Mátrai Kovács Diana testnevelő tanár melegítette be a csapatokat a Sportos Ökörködés című rendezvényen. A Dombóvári József Attila Általános Iskola 2017-ben már második alkalommal szervezte meg a felnőtteknek szóló sportversenyét. Idén három csapat, a tantestület, az önkormányzat és az Agrárbéta csapatai mérettettek meg egymással. Tavaly ez már a 24 órás testnevelés keretein belül volt megrendezve. Most egy kicsit más jelleggel, most ezt az egyet szeretnénk, hogyha évről évre meg tudnánk rendezni. A szervezők szerint az iskola vége felé nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szüksége van egy kis kikapcsolódásra. Nem mellesleg az induló csapatok tagjait is jobban összekovácsolja a verseny. Hát elsőlegesen az volt a célunk, hogy kilépjünk egy kicsit az irodából, mozogjunk, és hát összekovácsoljuk a csapatot. Én ugye még új tagja vagyok az önkormányzatnak, június 1-től vagyok még csak velük, és így nekem egy jó lehetőség volt, hogy egy kicsit jobban megismerjem őket, és együtt tornázzunk. Mindegyik csapat már tavaly is részt vett ezen a megmérettetésen, így tudtak előre gyakorolni a feladatokra. A közös mókázásból ez alkalomból sem akartak kimaradni. Tavaly is részt vettünk. Annyi, hogy egy kicsit most a csapatnak a szerkezete változott, egy része. Úgy készültünk az egészre, hogy egy biciklitúrákra eljártunk. A bátor vállalkozókat nem kimélték a szervezők. Sorversenyeken, ügyességi feladatokon kellett teljesíteniük. Volt, hogy a labdával a levegőben kellett zsonglőrködniük, vagy éppen egy hatalmas tatami szőnyeget kellett a fejük felett tovább adogatni időre.